elszabadult takarmányárak nem lehet megállítani a sertés és baromfi hús drágulását. Módszertani képzés balatoni katával, óvodások személyiségfejlesztése népi hagyományokkal. Legendákra emlékeztek, a Vásárhelyi Televízió egykori bemondójának versét is felolvasták. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. 170 ezer aláírás gyűlt össze eddig az ellenzéki összefogás népszavazási kezdeményezéséhez. December 15-e óta országszerte többek között Hódmezővásárhely 8 pontján is aláírhatják az íveket azok, akik nemet szeretnének mondani a Fudára, és igent a munkát keresők támogatásának 3-ról 9 hónapra történő meghosszabbítására. Erről is szó volt ma az Egységben Magyarországért közös fővárosi sajtótájékoztatóján. Már csak 30 ezer kézjegy kell a szükséges 200 ezerhez az ellenzéknek ahhoz, hogy a választásokkal egy napon a Fuden Egyetem és az álláskeresési járadék ügyében országos népszavazást tarthassanak. A kormány egyelőre csak a minimálbér emelés költségeit fedezni az önkormányzatoknak, mivel azonban a minimálbér emelése bértorlódást, bérnyomást is jelent a többi foglalkoztatott esetén, az ezzel együtt járó béremelést is kompenzálni kell, Márki-Zay Péter szerint. Ha ezt a jelenlegi kormány nem teszi meg, és nem biztosítja legalább azon a szinten a 23 megyei város lakosainak a szolgáltatások színvonalának a fenntartását, mint ahogy eddig volt, akkor azt majd a következő kormánynak kell megtenni. A következő kormány nem csak kompenzálni fogja a városoktól elvett bevételeket, nem csak visszaadja azokat a jogköröket, azokat az intézményeket, amelyeket tudatosan építettek le az elmúlt 12 évben, de partnerként fog tekinteni a megyégvárosokra és minden önkormányzatra. Helyreállítjuk az önkormányzatoknak a függetlenségét, nem azt kérjük tőlük, hogy a kormány képviseljék a lakosokkal szemben, hanem hogy az eredeti hivatásokat betöltve a lakosságot, a magyar embereket képviseljék, akár a kormánnyal szemben is. Hamarosan akár 2000 forintba is kerülhet egy kiló karaj, 25-30%-kal emelkedik a baromfi termékek ára is. A húsok drágulását többek között a termelők takarmányköltségei okozzák, melyek az elmúlt évben szinte megduplázódtak. A 3 hónapra hatósági árassá nyilvánított sertéscomb, csirkemell és csirkefarhát, valamint a 2,8%-os UHT tehéntej kivételével valószínűleg minden többe kerül majd. Jelentős áremelkedés várható év elején a sertés és a baromfi hús árában is. Az állattenyésztők előállítási költségeit 65-70%-ban a takarmányozás teszi ki. Mivel folyamatosan drágul a gabona, így az állattartás költségei is emelkednek. 2020 ősze óta több növény felvásárlási ára is megduplázódott. Prognózisok vannak, hogy a sertés hús árban várható emelkedés, meg hát bízunk is benne, meg nem is lehet tartani, tehát ezekkel a takarmányárakkal az önköltség olyan szintű emelkedése következik be, amit a piacnak le kell követnie. A takarmányár emelkedését azonban még nem követte a húsok drágulása, ez viszont már nem sokáig marad így. A Hódmezőgazda ZRT vezérigazgató helyettese és a Magyar Húsiparosok Szövetsége szerint is jelentős áremelkedés következik a boltokban. Ez egy drasztikus emelkedés volt, tehát például a kukorica egy 45-55 forintról indult mondjuk 2020 őszén, ami most 90 forintot is meghaladó árakat ért el. Napraforgónál ugyanez, hogy 2020 őszén 125-130 forintok voltak, azok most 210-220 ezer forintos árakon mozogtak, tehát drasztikus duplára emelkedtek. Becslések szerint egyes üzletekben hamarosan akár 2000 forintba is kerülhet majd egy kiló karaj, de 25-30%-kal drágulhatnak a baromfi húsok is. Közben a magyar kormány február 1-től mesterségesen visszaállítja több termék árát a 2021. október 15-i szintre, így még a termelők is bizonytalanok. Sajnos jövő héttől már bizonyára áremelést kell végrehajtanunk nekünk is, még a beszállítóink sem teljesen biztosak abban, hogy milyen áron szeretnék felénk értékesíteni az árujukat. A húsbolt ügyvezetője úgy látja, hogy az árak emelkedése után a megváltozó kereslet is befolyásolja majd a boltok árait. Sajnos egyik termék viszi a másikat előre, mert a húsfogyasztás nem fog csökkenni ettől függetlenül,
Van, aki a szárnyasról ilyenkor átpártol jobban a sertéshúsra, vagy fordítva is igaz, nem tudjuk előre sajnos még. Pintér Gábor kiemelte, hogy üzletében a vásárhelyiek a sertéscombot viszik a legjobban, melynek ára hamarosan visszaáll az októberi szintre. Az így esetlegesen kieső bevételt azonban, azt mondja, nem terhelik majd rá a többi termék árára. 10-ről 7 napra csökken a karantén ideje, életbe lépett a vörös kód a szociális intézményekben. Elhalasztják az ökumenikus imahetet. Rövid híreink következnek. Az Omikron variáns miatt változnak a karantén szabályok. A felnőtteknél 10-ről 7 napra rövidül a karantén hossza, de 5 nap után negatív teszttel lehet szabadulni. Az iskolákban pedig csak az oltatlanokra vonatkozik majd a karantén, az oltottaknál nem lesz ilyen kötelezettség. Orvosi konzultációt követően lehet kérni a negyedik oltást, de legalább el kell telni 4 hónapnak a harmadik injekció után. Vörös kód érvényes a szociális intézményekben egyelőre hétfő este 8 óráig, mivel a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fok is lehet. Országosan csaknem 80%-os a hajléktalan rendszer kihasználtsága. A vásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltatónál 60-an töltik fedél alatt a fagyos téli időszakot, és további 20 fő elhelyezésére van lehetőség a szállón. Kossuth Sándor igazgató hangsúlyozta, hogy a rendőrséggel együttműködve járják az utcákat, hogy idén télen se maradjanak magukra a csillagtető alatt élők. A helyi történelmi egyházak képviselői úgy döntöttek, hogy a vírushelyzet miatt elmarad a január 16-ától 23-áig tervezett ökumenikus imahét vásárhelyen. Az ótemplomi református egyházközségnél abban bíznak, hogy később, talán a húsvét és pünköst közötti időszakban, ha a járványhelyzet is engedi, megtarthatják majd. Akkor személyesen is várják majd a híveket, addig pedig a közvetítéseken követhetik az eseményeket az érdeklődők. Lélekemlékek címmel közös estet tartott a Kárász József Irodalmi Kör és a Vasa Albert Irodalompártoló Egyesület a Városi Könyvtárban. A tagtársak és a barátok az elmúlt 2 évben elhunyt alkotókra és szimpatizánsokra versekkel, novellákkal és személyes vallomásokkal emlékeztek. Bajnócziné Rácz Éva előadó költő, Fülöp Erzsébet festőművész, Májer Gyula főiskolai tanár és ifjú Kárász József a legendás író fia. Értük égett a gyertya tegnap azon az esten, amelyet a Vasa Albert Irodalompártoló Egyesület és a Kárász József Irodalmi Kör közösen szervezett a könyvtárban. Több olyan az elmúlt 2 évben mondjuk eltávozott tagtársunkat, vagy olyanokat, akik rendszeresen szerepeltek, fölléptek, vagy közreműködtek, vagy részt vettek előadásainkon, könyvbemutatókon, különböző rendezvényökön. Őrájuk szeretnénk emlékezni a mai estén. Tört cserepeidből várat építettél, sokat szenvedtél, mert kitartóan szerettél. Aranytóth Katalin azt a verset olvasta fel Bajnócziné Rácz Évától, amelyet a Néhai neki írt. Éva a Vásárhelyi Televízió egykori bemondójaként vált ismerté, aki rajongásig szerette a verseket, szívesen mondta és költötte is azokat. A Kárász József Irodalmi Kör 2020-ban munkáját aranyoklevéllel is elismerte, ám ezt ő már nem vehette át, ezért ezen az emlékesten hozzátartozójának adta át Fehér József. A lélek emlékezik ilyenkor, és kapcsolódik Bajnócziné Rácz Éva kötetéhez. Igaz, hogy ő annak a kötetnek lélekképek a címe, de az emlékek, amikor ilyenkor előjönnek, akkor jó, mert szeretettel gondolunk rájuk, mert a verseik, vagy éppen a festményeik megszépítik az életünket, és örömmel töltik az be a szívünket. Fülöp Erzsébet festőművész munkásságát levélben Tóth Károly művészettörténész méltatta. Májer Gyula főiskolai tanára egyik novellájával emlékeztek a résztvevők, de a tiszteletadásból ifjú Kárász Józsefnek is jutott, aki egész életében édesapja szellemi hagyatékát ápolta.
A gyermekjátékok és a néptánc oktatás módszertanát ismerhették meg azok az óvodapedagógusok, akik részt vettek a Balatoni Kata által kidolgozott, Így tedd rá elnevezésű háromnapos képzésen a Kankalin Néptánc Együttes székházában. A cél az, hogy a mostani fiatalok hétköznapjainak is szerves része legyen a folklór, már csak azért is, mert a legősibb hagyományok komplex személyiségfejlesztésre képesek. Önfeledt szórakozásnak tűnik, pedig komoly munkának ad helyet a Kankalin székház, ahol egészen vasárnapig tart az Így tedd rá képzés. A módszer kidolgozója visszatért Vásárhelyre, hogy a nyáron megkezdett munkát tovább folytassa az óvópedagógusokkal. Balatoni Kata szerint a népi hagyományokkal jól erősíthetők a gyerekek kompetenciái. Nagyon széleskörűen fejleszti az önkifejezést, a kreativitást, a közösségben való létet, az empátiát, tehát hogy tényleg annyira komplexek ezek a játékok, hogy kiválóan segítik a pedagógusok munkáját. Ehhez azonban nem elegendő a folklór, az ismeretet élmény alapúvá is kell tenni, vallja az oktató. Fontos, hogy ez benne legyen a tenyerünkben. A nagy érdeklődés nem véletlen, hiszen az óvópedagógusok szerint itt azok is hasznos tanácsokat kaphatnak, akik egyébként évek óta a pályán vannak, és még néptáncolnak is. A tánc részére nincs anyagunk, nincs módszertani anyagunk. Tehát mi azért vagyunk itt nyitott szívvel, lélekkel és csillogó szemekkel az ő képzésén, mert azt szeretnénk, és azt is kapjuk a Katától, hogy mi módszerekkel tudjuk a gyerekeknek magát a néptáncnak az alapjait elsajátítani. A Kankalin Néptánc Együttes ezt a háromnapos képzést a Civilek a Civilekért toppos pályázatból valósította meg. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, legközelebb hétfőn 17 óra 30 perckor jövünk friss információkkal. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!